Ha apróságokból kell újra lépni, illetve előre lépni, akkor azt gondolom, hogy valóban ennek a csapatnak lesz jövője. Két óriási vereség, és abból fel tudtunk állni, úgyhogy erre mindenképpen lehet építeni. Az elmúlt két meccsben nem, illetve hibákat ki kell javítani. Meg kell nézni ezt a meccset, amik jók voltak, az súlykolni továbbra is mind támadásban, mind védekezésben. Ha apróságokból kell újra lépni, illetve előre lépni, akkor azt gondolom, hogy valóban ennek a csapatnak lesz jövője. Van ereje ennek a válogatottnak, ami talán egy picit szokatlan volt itt az Európa-bajnokság eddigiét nézve? Igen, talán ez lehet a megnyugtató, hogy képesek vagyunk ilyen játékra is, és ebből kell kiindulni, nem pedig az elmúlt két nagy vereségből is keseregni és további lógatott fejjel menni, úgyhogy ebben a szempontból boldog vagyok, annak ellenére, hogy kikaptunk, de küzdöttünk és ott voltunk talán az utolsó percig partiba. Ez kellett egy Nagy László is, aki 9 lövésből 9 gólt dobott. Mi változott, mitől tudtál ennyire eredményes lenni? Több lövésnél is szerencsém múlott, hogy beesik a labda, becsorgott a sáncról, becsorgott a kapussról igazából, tehát van olyan, amikor mindig bejön, most ez a meccs volt lövésekből kifolyólag, úgyhogy szerencsés voltam. Holnap a svédek ellen jöhetne a szép búcsú. Na, így van, most már is biztató volt, reméljük, hogy a következő meccsen esetleg pontot vagy pontokat tudunk szerezni. Valóban legalább félkeserű szájízzel távoznánk az Európa-bajnokságról.